Kedves nézőink, köszöntöm Önöket Hódmezővásárhely határából a 6. székutasi regionális szántóversenyre. Üdvözlöm Sós Sándor urat, a Magyar Szántóverseny Egyesület elnökét. Sós úr, úgy tudjuk, hogy 1882-ben Agárdon nemzetközi fogatos és gőzeke versenyt rendeztek. Adna egy rövid történeti áttekintést a szántóversenyekről? A szántóversenyek kezdete Írországra tagozódik, oda nevezhetjük. 1818-ban, most picit gondolkodtam, de jó az évszám, 1818-ban rendezték az első fogatos versenyt ír farmerek, két évvel később pedig már Új-Zélandon volt verseny. Kérdezik sokan, hogy miért kellett ezt csinálni. Tulajdonképp azért, mert a határban magányosan egyedül dolgozó ember szerette volna a munkának a minőségét megmutatni, összeálltak, összeszervezkedtek. A kezdet nem volt egyszerű, de ahogy fejlődött a gépesítés, az ipari forradalom termékei, ahogy jöttek, úgy ugye előtérbe kerültek a gépes megoldások is, és ezek hazánkban is megjelentek. Tehát Enyingen, ahogy volt az első nagyobb verseny, követte a többi is. Az első világháborút követően volt egy kisebb megtorpanás, de még akkor is jelentős gépesítési versenyektől számolhattunk be. Galántán többek között volt egy nagyon nagy Európa hírű nemzetközi verseny. És ahogy az idő telt múlt, ezek a szokások, versenyek fönnmaradtak, egyesületek működtették ezeket. A szocialista világban pedig a TSS-ítés korszakában szinte kötelező volt az, hogy megmutassák a gazdák, a gépek, hogy mit tudnak egyáltalán csinálni. És 1960-ban szerveződött egy olyan szövetség, ami felügyelte ezeket a versenyeket. A nagy rendszerek, a nagy integrátorok természetesen ebből fontos szerepet vállaltak, és ez így zajlott szét a világban. Ma ott tartunk, hogy 4 kontinensen 33 tagországa van a szervezetnek, ennek mi is tagjai vagyunk, és a Nemzetközi Szövetség, tehát a Szántóvilágszövetség szabályai szerint dolgozunk a mai napon is. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nemes vetélkedés, maga a szántás, ez annyira alapvető művelet, hogy ettől függ a vegetáció élete, a növénytermesztés sikere. Ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint a házépítésnél az alapot, ugye? Ha az alapot elszúrjuk, nem jól van, akkor recsegropog a felépítmény, és akkor gondok lehetnek. Hanem azt is, hogy támogatta is. Az Önök Egyesülete milyen szakmai célokat tűzött ki a hazai és a nemzetközi versenyek szervezésével kapcsolatban? Alapvető célunk tanítani. Tehát nagyon egyszerűen hangzik, de való igaz, hogy ha az a mondás, hogy a gyakorlat teszi a mestert, megállja a helyét, akkor itt a szántóversenyeken igenis igaz, ugyanis az elméletet és a gyakorlatot ez ötvözi. Nagyon jól lehet ellenőrizni, nagyon jól lehet követni azt, hogy hogyan is történik maga ez a kivitelezés. Természetesen kell hozzá az emberi tudás, anélkül semmi nem megy. Ismerni kell a traktort, ismerni kell az ekét, a gépcsoport összetevőit. A célunk az volt, hogy a fiatalokat segítsük egyértelműen. Tehát én úgy gondolom, hogy a középfokú oktatásban, de akár a felsőfokú oktatásban is vannak olyan hiányosságok, amelyeket talán a szántóversenyen be tudunk tölteni, tudunk pótolni. Ez rendkívül fontos, mert még egyszer mondom, alapvető munkákról van szó, és gondoljunk bele, hogy nem mindegy az, hogy a több 10 milliós gépcsoportunkon milyen ember ül, mennyire kvalifikált az az ember, hogyan ismeri a feladatát. Én úgy gondolom, hogy ugyanezt a célt a Nemzetközi Szövetség is nagyon jól képviseli. Mindenhol maga a szántóverseny egy nagyon jó névhordozó, egy nagyon jó reklámháttér, de ha azt nézem, akkor valójában egy száraz szakmai esemény, ugyanis ugye mi történik? Hát elindul a verseny, akkor még mindenki izgatottan nézi a nyitóbarázdát, hogy sikerült egyenesen vagy nem, és utána egy monoton szántás következik 3 órán keresztül. Ezt a mellékidőt ugye kiszoktuk tölteni bemutatókkal, egyéb médiának kedves eseményekkel, és így áll össze egy ilyen csoport. Alapvetően mondom, ez a legfontosabb cél, hogy a fiatalokat tanítsuk meg szántani. Nagy vonalakban bevezetne minket a szántóversenyek szabályaiba? A szántóverseny szabályzat egységes elveken alapul, természetesen ez a legfontosabb. 1953-ban alkalmazták először, egy Alfred Hall nevezetű brit jó ember, egy farmer találta ki és vetette papírra. A mai napon is a Szántóvilágszövetség szabályzata alapján dolgozunk, ez természetes. A legfontosabb az, hogy a szántásnak van egy időtartama. Ez összességében 3 óra tiszta szántást jelent. Ez idő alatt kell befejezni a versenyzőknek a kijelölt területnek a felszántását. Nagyon fontos az időelem, bár nem az győz, aki a legkorábban befejezi. Az időelem azért fontos, mert ha valaki túllépi a határidőt, akkor súlyos pontlevonások vannak. Pontlevonás jár azért, hogyha a mélységtől eltér valaki, tehát túl mélyen vagy túl sekélyen jár. És hát vannak még olyan jelenségek is, hogy mint a sportban, itt is van sárgalapos figyelmeztetés. Például, hogyha a kísérő
konzultál a traktorossal. Tehát kijön a traktoros, és akár az elnök vagy a gazdasági vezető mond neki valami szót, akkor az figyelmeztetéssel jár, és különleges figyelmeztetésnek számít az is, hogy a verseny időtartam alatt a bírókat hangosan szidni nem szabad, mert akkor akár még a versenyzőket is kizárhatják a versenyből. De a lényegre térve, a szempontok között a legfontosabb a gabonatarló, a növényi maradványok alátakarása, leforgatása. Jó minőségben fölül ne legyen szalma, ne legyen növényi maradvány. Itt a munkasebesség az üzemi gyakorlattal ellentétben nagyon alacsony, nagyon kicsi, tehát olyan 4-5 km körül dolgoznak a traktorok. Ez azért van, hogy ormos buckás legyen a szántás, hogy az egyenességet, a formát el tudják bírálni a bírálók. Nagyon fontos az, hogy a kijelölt parcellának a két végén van ilyen határoló barázda, egységesen kell letenni a traktort, illetve az ekét, és egységesen kell kiemelni egy elméleti egyenes vonalban. Ez egy elég nehéz elem, és nehéz gyakorolni. A nyitó barázdák általában jól szoktak sikerülni, tehát azt, a gyakorlást ugye azzal kezdik a versenyzők, abban elég jó rutinjuk van, és ott már tudnak egyenesen menni, a visszafelé menettel már itt-ott adódnak problémák, és ami a legnagyobb probléma az, hogy a kijelölt területet mi úgy szoktuk mondani, hogy fogyasztani kell, és ahogy fogy a terület, egyre szűkül az a sáv, amit még fel kell szántani, és hogyha nem jó sávfárkodnak az eke fogásszélességével, a beállítással, akkor nem helyes arányok jönnek ki a végére, és ennek az eredménye egy gyenge minőségű záróbarázda. A záróbarázda az a lelke mindennek, tehát az elárulja az, hogy most valaki mesterien tudta ezt a szakmát művelni, vagy éppen csak úgy jött ki, ahogy sikerült. Tehát ezek a szempontok vannak, és ezeket pontozunk különböző kategóriákban. Arra is kíváncsiak lennénk, hogy hogyan döntik el, hogy ki a legszebb szántás? Erre van egy pontozási rendszerünk, ami lényegében az ágyekés kategóriánál 130 maximális pontot jelent, a váltóforgatósnál 140-et. A szempontok alapján általában 10 pont a maximum adható. Az értékelés vizuálisan történik. Korábban mérések voltak, rengeteg mérőeszközzel, szallaggal, karóval, mindenféle egyéb ketyevetyével, de végül is a nemzetközi szabályzathoz igazodóan is ugye rá kellett jönni arra, hogy a szem az el tudja dönteni, hogy valami egyenes vagy ferde vagy nem. Panelek vannak, bírói panelek vannak pontosan azért, hogy amennyire lehet a szubjektív hatásokat kiküszöböljük, és ezek alapján zajlik bírói panelekkel az értékelés. Egyedül a mélységet szokták megmérni, ellenőrizni, hogy valaki nem szánta túl mélyen vagy túl sekén. A többi az pontozó alapokon és vizuális értékeléssel, konzultáció alapján történik. Tehát idehaza is, illetve nemzetközi versenyeken is ez a gyakorlat, és ez jól működik. Felsorolna egy pár országot, ahol nagy hagyománya van a szántóversenyeknek? Ahogy említettem, ezt ugye az angolok találták ki, tehát nyilván a brit koronagyarmatok mindegyikében nagy hagyománya van a szántóversenyeknek. Ők igazából az első, tehát a brit országok, Skandinávia, Nyugat-Európa, ezeknél mindegyiknél nagy jelentősége van az ilyen versenyeknek, de el tudom mondani azt, hogy 4 kontinensről ugye több tagországunk is van, az Egyesült Államok is szerepel benne, Afrikát, Kenya képviseli, Új-Zéland, Ausztrália, tehát a világot körülölően számos ország van benne. Ami nagyon fontos még, hogy fejlődött a szántás, fejlődtek az ekék, a gépek, és az ágyekék mellett megjelentek a váltaforgatekék, amik ugye a nyugat-európai kultúrát hozták be, és ezek is rendkívül népszerűek és elterjedtek. Tehát számos ország magáinak tudja ezeket a rendezvényeket. Ami érdekes az, hogy maga a szántóverseny az egy szűk szakmai elitet érdekel, de bemutatókkal, kiállításokkal, gépsókkal, falunappal kiegészítve nagyon nagy a kedveltsége, látogatottsága. Meg tudná említeni, hogy a hazai versenyeken az elmúlt évben ki volt a győztes? Név szerint vagytok kíváncsiak rá, természetesen meg tudom említeni. Az ágyekés kategóriában egy szentgáloskéri versenyző, Budai József győzött, míg a váltóforgatós kategóriában Dénagy József nyerte meg a vetélkedőt, a Hajdúböszörményi Béke Kft.-nek a versenyzője. Kíváncsiak lennénk arra is, hogy a magyarok a világversenyeken milyen helyezéseket értek el. Hát ha nagyon őszintének kell lennem, akkor sajnos nem jó szerepelünk. Ennek többféle oka van. Alapvetően hiányzik a szakmai tudásunk is, az is hiányos még, illetve bizonyos technikai, anyagi feltételek is problémát jelentenek. Nem azért mondom ezt, mert panaszkodni akarok. Hasonlítani tudnám azt, hogy a Forma 1-ben is ugye vannak gazdag csapatok és vannak szegény csapatok. Tehát akiknél nagyobb a pénz, nagyobb a tehetség, hogy így mondjam, ott ugye mások a lehetőségek. Gondoljunk bele, hogy mekkora problémát jelent ez időben, munkában, anyagiakban, hogyha szállítani kell egy ekét, vagy szállítani kell egy traktort a világ másik végére. Mi már vittünk ki Új-Zélandra ekét,
ami nem egy gyerekjáték volt, mert például innen Magyarországról először az Eke feljutott Norvégiába, ott behajózták az Ekét, és 3 hónapig vitte a hajó a tengeren az Ekét, mire kiért a célállomásra. Most ez mind pénzzel jár. Tehát lehet látni, akik megengedhetik maguknak, erős a szövetségük, a minisztérium támogatja őket, vagy a gazdasági egyesületek, azok 2 külön konténert is visznek. A konténerekben vannak a komplett gépcsoportok, külön szerelőműhely, esztergál műhely, hidraulika műhely, minden rendelkezésre áll. És hát ezen kellene nekünk is javítani, az anyagiakon is, és természetesen a tudáson is, mert ez a technika és az ember együttes munkájának az eredménye, a jó szántás. Ebbe nemzetközi szinten előre kell lépnünk, bár voltak kiváló helyezéseink már. Egy példát megemlítenék, ugye az adottságok. Európa-bajnokságon az első nap után az egyik versenyzőnk 3. helyen állt, tarlót szántottak. Második nap visszacsúszott nagyon, mert gyepet kellett szántani. Ugye Magyarországon gyepszántás nincsen, nincs rutin, nincs tapasztalat, és ez okozta azt, hogy szakmailag hátrább kellett sorolni őt. Gondolom az ilyen szántóversenyek a fiatalokat is serkentik a mezőgazdasági gépészpályára. Ön egyetért ezzel? Én egyetértek vele annál is inkább, mert a szakmunkás képzésnek az országos vizsgahálózatában szerepelek én is, tehát benne vagyok az elnökségben, tanítjuk a fiatalokat. Itt ugye vannak írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatok, ezek közül az egyik legfontosabb maga a szántási mesterség, és a fiatalok is azt mondják, hogy ebben minden jelen van. Tehát mire gondolok? Az, hogy szerelni kell a traktort, tehát a traktorhoz is érteni kell, szerelni kell az Ekét, ha nehogy Isten szerszámra van szükség, szerszámmal kell dolgozni, hegeszteni kell, összetett a munka, ismerni kell a talaj fizikai állapotát, a legfőbb jellemzőket, hogy mit, hogyan állítsak és döntsek. Tehát ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, és a gyerekek szeretik. Mondhatnám azt, hogy amikor ilyen szakmunkás vagy technikusi vizsgát végzünk, ezt a gyakorlatot szeretik a legjobban. Tehát ebben élvezik igazából azt a tudást, ezt szeretik megmutatni, hogy ők igazán legények a gáton, és én úgy gondolom, hogy a jövőt illetően egyre több fiatalra számíthatunk. Láttuk itt a bemutatón, hogy egymást nagyon figyelik a traktorosok. Jól gondolom, hogy egymástól is sokat tanulnak? Nagyon jól gondolat, tanulnak egymástól. Van, aki leplezi és titokban lesi a másikat, van, aki leplezetlenül és őszintén megnézi, sőt konzultálnak. A legjobb dolog az, amikor beszélnek egymással. Megnézik az Ekét és csodálkoznak, hogy mi szerepel rajta. Ugyanis ezek nem kifejezetten gyakorlati üzemi Ekék, hanem spéci elemekkel fel vannak szerelve. Kormánylemez toldatot fabrikálnak rá, hogy így mondjam. Kormánylemez szélesítőt, barázda kitakarót, tehát hogy tisztább legyen a barázda, és egyéb ilyen eszközt hidraulikával játszanak. Tehát nem csavarósokkal, mechanikusan kilódva, erőt kifejtve kell dolgozni, hanem elektrohidraulika vezérléssel, stb. És itt ez azért is fontos, mert tanulnak az emberek, szakmát tanulnak, és barátságok is szövődnek. Ezek nyilván olyan dolgok, amelyeket meg kell becsülni. Itt is a jelenlévők között nem egy olyan versenyző van, aki az ország másik vidékéről jött el, csak azért, mert jó a barátság. És a barátságon keresztül mindent meg lehet oldani, akár egy jó gasztronómiai hátteret, akár egy jó szántást. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget. Szia, bemutatkoznál a nézőknek? Bira Miklós vagyok, székutasról. 5. szántóversenyem, amin részt veszek. 2-szer voltam 3., egyszer első és egyszer egy 5. helyezést értem el. Miért tartod fontosnak, hogy részt vegyél az ilyen versenyeken? Hát ez egy megpróbáltatás. Itt teljesen más szempontokat nézünk, mint a mezőgazdasági szántásban, az ipari szántásban, ez egy más. A mai versenyen 3. helyezésre számítasz? Remélem egy dobogós helyet sikerül megcsípni. Nagyon sok szerencsét kívánunk. Köszönöm szépen. Bemutatkozna a nézőknek? Mihály Károly vagyok. Úgy hallottuk, hogy ön nemzetközi versenyeken is részt vett. Mesélne erről egy kicsit? Igen, volt szerencsém világversenyeken is részt venni. Hát feledhetetlen élmény az biztos, ahol a világ legjobb versenyzői gyűlnek össze. Hát nagyon-nagyon rangos esemény, meg élmény volt ez a világverseny. Hát szántottunk ott is. És milyen országokban járt még? Hát Írországba jártam, Ausztráliába, Prágába és Ausztriába. Hallottunk egy olyan dologról, hogy Ausztráliában valami kis probléma volt a vámnál. Mesélne erről? Igen. Kinéztek bennünket, hogy csomagjainkat ellenőrzik, stb. Hát mi ugye egy kukkot nem tudunk angolul, a feleségemmel voltunk. A többi magyar kísérő, aki tudott angolul, már átjutottak a zónán, nem engedték vissza, hogy fordítsanak nekünk. Na jó, hát elkezdtek keresgélni, hát mondom, hát
keressenek, hát nincs nálam semmi. Mit? És mondja egyszer magyarul, kis akcentusa, hogy fű. Na, mondom, keresheted, én biztos nem viszek ilyet, hanem amikor kutakodik, még előjött egy hatalmas ekekulcs, amit vittem magammal, és egy Kvernalan dekének a kulcsa, hogy tudjam ottan a csavarokat ezzel könnyen működtetni. Hát ez legalább egy olyan 40-50 centi hosszú kulcs, és hát ezt akkor nehézményölték, hogy ez mit keres nálam. Mondjuk egy embert ebben könnyen fejbe lehetne vágni, de aztán megoldódott minden. Nem győztem persze nekik mutogatni, volt egy ilyen kis kitűzőm, hogy én egy világ szántóversenyre jövök, de vagy nem akarták érteni, vagy nem is volt tudomásuk, hogy ott világszántó verseny van. Nem sokat reagáltak arra a plecsnimre. A mai versenye milyen helyezésre számít? Hát négyen indulunk, a negyedikre mindenképpen számítanék. Megkérdeznénk akkor a kedves feleségét is, Margitot, hogy ő női szemmel hogy látja ezeket a versenyeket? Hát én úgy látom, ugye, mivel a férjem versenyzik, tehát így ezáltal az én hobbim is lett, hogy nagyon izgalmas tud lenni. Tehát ez is egy nagyon jó buli. Nagyon jó csapatot tud építeni, tehát barátokat tudunk kialakítani. Na hát arról meg nem beszélve, hogy gyönyörű szántásokat is lehet közben látni, főleg egy világversenyön, tehát rajzolni nem lehet olyan szépet. Ezáltal ön nem gondolkodott el a versenyzésen? Nem, de viszont van a baráti körünkben női versenyző, nem egy, nem kettő, akik pedig voltak már világversenyen is. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és sok sikert kívánunk mára. Jó napot, kérem mutatkozzon be a nézőknek. Jó napot kívánok, Németh Tibor vagyok, Domaszékről, Hamokhátságról. Mióta versenyzik? Valamikor 82-ben versenyeztem életemben először, és azóta most a második alkalom. Közte nem versenyeztem. Helyezést ért már el? Negyedik helyen értem el az első alkalommal. Mi volt az oka, hogy ilyen sok idő kimaradt a két verseny között? És hogy most újra ringbe száll? Hát most a kíváncsiság. Kíváncsiság. Egy fiatal barátomat tanítottam meg versenyre felkészülni. Egy makói diák Győrmel, Csornán volt egy iskolai versenyük, és ezzel a technikával, saját technikámmal megtanítottam versenyre, és országos második helyet ért el. És ez adta ütletet. Uh-huh. Ez saját traktor, saját eke? Saját traktor, saját eke. A traktor 31 éves. Izgulás még most is van önben? Igen, van. És ma milyen eredményre számít? Hát győzni jöttem. Akkor sok sikert kívánunk. Köszönöm hozzá. Szépen. Köszönöm szépen. Kérem, mutatkozzanak be a nézőknek. Én Vakó József vagyok. Balástyáról jöttünk a fiammal. Ott helyben szoktunk szántóversenyre járni, meg otthoni szántást szoktunk végezni. Ez csak kipróbálásképpen a fekete földön, hogy sikerül. A lovakról mit kell tudni? Hát a lovakról annyit lehet tudni, hogy hát ilyen magyar félvér jellegű lovak, vagy ilyen félsodrottak is mondhatni. Tehát vegyes. Őt Jussinak hívják, 8 éves, a másik az dáma, ő 5 éves. Ő neki az első szántása még nem is volt, se versenyen, se otthon. Ő már, ez a ló, ez rutinosabb, ő több versenyen részt vett, jó eredménnyel otthon, tehát Balázsján. És miért jobb lovakkal szántani, mint gépekkel? Hát nem jobb, csak hagyományőrzés is azon a szinten működik. És te?
Hát én Vakfő Norbert vagyok, ugyanúgy Balázsjáról, és hát én végülis apukámtól tanultam el ezt a lóval való szántást, otthon a földünket szántogattuk, hát meg pláne a lószeretetet, ugye abban nőttem fel. Neked ez hanyadik versenyed? Nekem? Hát szerintem hatodik, azt hiszem, az körül. És milyen helyezéseket értek el a versenyeken? Hát vegyesen. És ma mire számolnak? Hát mivel, hogy négyen vagyunk, középmezőn. Talán. Az ekéről mit kell tudni? Hát az ekéről én sem sokat tudok, mert ez legalább olyan 40-50 éves szerszám, amit még az őseink gyártottak. És hát egyfejes lovas eke, ezen kívül sokat nem tudok róla mondani. Ez ilyen családi erekje? Ez vásárolt eke. A lópatkolásról mit kell tudni? Hát kovás már nem nagyon van sajnos, ezért saját magunknak csináljuk már meg. És akkor hát olcsóbb is, meg azért akkor van megcsinálva, amikor kell. És milyen gyakran kell? Két havonta. Nagyon szépen köszönöm. Szia, bemutatkoznál a nézőknek? Igen, Pap Bálint Szabolcs vagyok. Hány éves vagy? 13 éves. Te vagy a legfiatalabb versenyző itt ma, ha jól tudom. Igen, én vagyok, meg a tesóm azután a 18 éves. Ez neked hanyadik versenyed? Ez az első, csak nagyon izgulok. Ha milyen helyezésre számolsz? Hát úgy ketten vagyunk, úgyhogy vagy első, vagy második. Honnan jött neked ez az ötlet, hogy te szántani szeretnél? Hát nagyon érdekelnek a traktorok, és úgy élvezem is. Erről a traktorról mit kell tudnunk? Hát, hogy így nagyon jó, szuper, 51 éves, már nagyon öreg, ugyanolyan idős, mint apa. Hát és én szerintem meg tudja azt csinálni, amit a nagy gépek. Akkor most nézzük meg az ekét. Oké. Erről mit kell tudnunk? Hát ez egy egyedi készítésű két ekefejes eke. Ki készítette? Apa készítette még régen. Most raktuk rá nemrég a tárcsát, azt otthon ebben gyakoroltam. És úgy nagyjából jó lett, szerintem. Nálatok akkor ez ilyen családi hagyomány? Hát úgy igen. Lackó is ebben nőtt föl, hogy ilyen szántás meg traktorokba, meg a szerelést érti nagyon. Én meg úgy jobban vezetni szeretek, nem szerelni. Nagykorodban is szeretnél ezzel foglalkozni? Igen. Igen, meg majd akarok még jövőre is jönni erre a szántóversenyre, mert nagyon tetszik. Akkor most bemutatnánk Bálint testvérét is, Lackót, hiszen egy versenyszámban indultok. Te mióta foglalkozol ezzel a szántóversennyel? Én lassan két éve. Úgy, hogy mondjam, hát mint szeretek részt venni rajta, meg mint hagyományként szeretek rajta részt venni, meg valakinek meg kell őrizni a veterán gépeknek a szépségét. Te akkor szereled őket? Igen, én csinálom folyamatosan, mint otthon, mint ahol eljárok dolgozgatni. Azt így ennyi. Most ketten indultok egy versenyszámban, van köztetek rivalizálás? Hát testvérök vagyunk itt túl sok, van egy kevés, de nem fogra megy. Úgyhogy, ha ő nyer, maximum az orrom alá dörgöli, amikor rossz kedvem van, vagy valami, de amúgy nem. A te traktorodról mit kell tudni? Hát ez egy 40 éves gép, rossz gyártmányú, egy MTZ 50-es, körülbelül ennyi. Nézzük meg az ekédet is, arról is beszéljünk. Hát ez egy kétfejes vázaforrató seke. Most jelenleg ágyakére van átszerelve, úgy van beállítva. Mást nem tudok elmondani. Köszönöm szépen. Szívesen. Kedves nézőink, remélem az Agrárpercek műsora ma is elnyerte a tetszésüket. Kérem, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!